Sziasztok, Svid vagyok, és ebben a videóban erről az SROG Z270 Killer SLI-ről lesz szó. A doboz tartalma driver CD matricával, kis csavarok, SATA kábel, SLI híd, két darab leírás, ugye egy hátlap, csak most még gépben van az alaplap, és a nagyon divatossá vált képeslap, amin megköszönhetjük ezt a rengeteg tartozékot. Mint már mondtam, használom az alaplapot, ezért van rajta a processzorhűtő és benne a 16 gigás Aldata Quad Kit, de legalább látszik, hogy egy fekete-fehér alaplap milyen jól néz ki piros cuccokkal. Megint csak a lényeget mondanám el, találunk rajta HD Audio előlapi kivezetést, komportot, RGB LED szalagvezérlést, egy szokatlan dolgot, mégpedig két darab USB 2.0 előlapi kivezetést, és egy felezettet, tehát összesen 5 USB 2.0-val tudunk gazdálkodni, két darab Ultra M2-t, 6 darab SATA csatlakozót, egy USB 3 előlapi kivezetést, ez sajnálatos, én szeretem, ha kettő van, két darab 16-szoros PCI Express, melyek 3.0-ások, 4 darab PCI Express 1-szerest, amelyek szintén 3.0-ások, plusz az alaplap tud világítani is, de ezt majd egy másik videóban mutatom meg. Hátul találunk egy HDMI-t, egy Kombi PS2 portot, 4 darab USB 3-at, egy DVI-t, USB 3.1-et és egy Type-C-t, gigás Intel LAN csatlakozót és a szokásos audio kivezetéseket. Szerintem ez is egy korrekt lap. Én egyedül a hátlapon található USB-k számával nem vagyok megelégedve. Ez lett volna a bemutató videó. Köszönöm, hogy megnéztétek. Svid voltam. A négy macska pacsiból két macska pacsi jár. Plusz egy macska farok.